Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Az Etétől és a Szegedtől is kikaptak a cápák, távozott Pető Ákos vezetőedző. Aranyérmet szerzett Tarjányi István Egerben az olimpiai kvalifikációs világkupa versenyen. Három éremmel tért haza Stankovics Anna a kaposvári rövidpályás úszóországos bajnokságról. Folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB2-ben, a Csákvárt fogadja a Spari. A bajnoki szünetet követően 5 nap alatt 2 meccset is játszott a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a 7. fordulóban a Zalaegerszeget fogadták, és a vendégek 87-74-es győzelemmel távoztak a Continental Arénából. A 3 hetes bajnoki szünet után azzal a céllal léptek pályára a cápák, hogy megszerezzék első győzelmüket. Ehhez képest a 3. percben már 12-0-ra vezetett az Zalaegerszeg, és a negyed végén is 10 pontos előnyben voltak a vendégek. A 2. negyedben elkezdett zárkózni a házigazda, sőt a vezetést is átvette Pető Ákos együttese. 4 pontosnál nagyobb előnyt azonban nem sikerült felépíteni, és 2 egerszegi triplának köszönhetően 1 pontos vendégvezetésnél mentek a nagy szünetre a játékosok. Fordulás után a Zete ott folytatta, ahol a pihenő előtt abbahagyta, percek alatt 10, majd 15 pont fölé nőtt a különbség. Ez meg is maradt a meccs végéig, így a nyíregyháziaknak továbbra is várniuk kell első sikerükre. Nagyon rosszul kezdtünk, viszont utána a vezetés is átvettük. Én nekem az a hiányérzetem inkább, hogy ott a második negyed végén sajnos kimaradtak dobásaink, és adtunk el labdát, amikor lehetőségünk volt, hogy előnnyel, pár pontos előnnyel menjünk a szünetre. Sajnos ez nem következett be, és valóban a 3. negyedben rosszul kezdtünk, most nem tudom, hogy csapat azt hitte, hogy ugyanolyan rossz kezdés, és megint vissza fogunk jönni, tehát ezt el lehet játszani, de azért nem minden fél időben, tehát egy meccsen egyszerre vissza lehet jönni, de azért kétszer már nehéz, és valóban sokat, ami kicsit sok nehéz dobást erőltettünk, és bíztunk abban, hogy be fog menni, viszont már nem ment be, tehát ebbe fejlődnünk kell, hogy ebbe kell tudni a játékosoknak váltani, hogyha 1-2-3 nehéz megoldás nem jön be, akkor nem tovább erőltetni, mert előbb-utóbb be fog jönni, csak az a kérdés, hogy milyen különbség lesz utána már a táblán. A vendégek edzője jó védekezésükben és a 3. negyedben mutatott támadó játékukban látta a győzelem okát. Good individual quality, they had some players who tried to, home team. Tudtuk, hogy Perry és Dickerson nagyon jó képességű játékosok. Egy az egyben nehéz megfogni őket, ezért nagyon jó csapatvédekezésre volt szükségünk, amit sikerült is megvalósítani. Nagyon sok eladott labdával visszaengedtük az ellenfelet, amely zicseleket dobhatott. A 3. negyedben újra jól koncentráltunk. Örülünk, mert a győzelemért jöttünk. Szerdán a Szeged csapatát fogadta a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a mérkőzés. A még nyeretlen cápák az egy győzelemmel érkező Szegeddel az első negyed végéig fej-fej mellett haladtak, aztán az utolsó percben a vendégek 2-3-assal 6 pontos előnyt szereztek. A 2. 10 perc döntetlennél zárult, így a nagy szünetre 6 pontos hátrányal vonult le a házigazda. Fordulás után sem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a Nyíregyháza, a záró játékrész előtt 9 ponttal vezettek a tiszapartiak. A hazaiak megpróbáltak zárkózni, de 5 pontnál nem tudtak közelebb kerülni a Szegedhez, amely végül 86-78-ra megnyerte a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy sikerült nyerni, idegenben mindig nehéz mindenki ellen, meg úgy fontosságú volt ez a mérkőzés, úgy gondolom mindkét csapatnak, nagyon örülök, hogy nyertünk. Rengeteget kell még dolgoznunk, mert igazság szerint a visszarendeződésünk az még mindig rossz volt, még mindig sok eladott labdával játszunk, de ettől függetlenül boldog vagyok, mert sikerült megnyerni, más elemekbe küzdöttünk, harcoltunk, és ez volt a legfontosabb, hogy innen győztesen térhetünk haza. További sok sikert kívánok a Nyíregyházának, folytatnunk kell nekünk is a munkát. A mérkőzésen 9 pontot szerző Bazsó Bruno csapata 11 eladott labdájában és a Szeged 15 támadó lepattanójában látta a vereség legfőbb okát. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést a múltkorihoz képest. A maival igazából a 2. negyedben volt gondunk. Hát sajnos sok támadó lepattanót engedtünk az ellenfélnek, ebből tudtak nagyon sok hát 2. szándékból kosarat szerezni, és úgy gondolom, hogy
még az eladott labdáinkra is oda kellett volna jobban figyelni. A hazaiak edzője szerint a mindkét csapat számára fontos mérkőzésen a játék több elemében is gyengén teljesítettek, így nem is érdemeltek győzelmet. Először is szeretnék gratulálni a Szegednek, mert úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten nyertek egy úgymond kiki mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy a jövőt nézve most le kell ülnöm a vezetőséggel, mert biztos, hogy változtatás kell. És ha abban egyezünk meg, hogy ez én vagyok, akkor állok elébe, mert nyilván valami váltás kell. Ezt látjuk, hogy 0-8, igazából a tények magukért beszélnek. A mérkőzés után a klub vezetése tárgyalt Pető Ákossal, majd közös megegyezéssel szerződést bontott a vezetőedzővel. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza vasárnap az 5. körmend otthonában lép pályára. Azon a meccsen az eddigi két másodedző, Alberto Onya és Szollár Gergő irányítja majd a két cápákat. Aranyérmet szerzett Tarjány István az Egerben megrendezett kerekesszékes vívó világkupa versenyen. A Nyíregyházi Sportcentrum vívója a karcakákban végzett az élen. Amikor legutóbb beszélgettünk, szóba került, hogy novemberben kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, és az egri világkupa verseny már az olimpia szempontjából is nagyon fontos lesz. Milyen felkészülés után, milyen formában utaztál Egerbe? Egy nagyon jó felkészülés után utaztunk Egerbe, és teljesen fit voltam, és startra készen, úgyhogy jó formában érkeztem Egerbe. Létszámban erőségében mekkora volt a mezőny, gondolom, most, hogy már fókuszban az olimpia, ott volt mindenki, aki számít. Igen, mivel kvalifikációs verseny most kezdődött, ezért mindenki ott volt, úgyhogy nagyon full mezőny és nagyon erős mezőny volt. 200 fölötti fő volt, én úgy tudom, a létszám. Harmadik vagy a világranglistán, gondolom kiemelt voltál, milyen úton jutottál a döntőig és az aranyéremig? Igen, kiemeltként érkeztem a versenyre, és ez sokat segített, mert az első két körből kimaradtam, de hát azonnal tudtam koncentrálni az egyenes kieséses szakaszra, és a 16-ba kezdtem el a vívást, és utána jutottam a folyamatosan döntőig. Kik voltak az ellenfelek, milyen erőséget képviseltek? Az elit mezőny, ott már a 16-ban, sőt, utána már a 8-ban is tényleg nagyon erősek voltak. Két franciával kezdtem, utána, vagyis egy angol volt a 16-ban, utána két francia, és a döntőben pedig a lengyel Castroval vívtam. Minek köszönhető ez a győzelem? Gondolom azért hazai környezetben mindig könnyebb vívni egy picit, de hát, mint említettem, a világranglista harmadik helye azért már predesztinál valamire. Igen, nehéz volt azért, mert nagyon erős a mezőn tényleg, mint mondtam, és sorra-sorra kellett az ellenfeleket leküzdeni azért, és annak meg pláne örülök, hogy egy hazai meccsen az első kvalifikációs versenyemet meg tudtam nyerni karban, és főleg annak még jobban örülök, hogy a döntőben a lengyel Castrot tudtam megverni, aki mindig megállított az előző versenyeim során. Mekkora önbizalmat ad ez a jövőt tekintve, mennyire jó visszaigazolás ez az elvégzett munkának? Szerintem ennél jobb visszaigazolás nem is nagyon lehetne. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok és nagyon örülök az eredménynek, és itt látszik, hogy a belefektetett munka, amit az edzőmben Bélával végzünk, az kifizetődő. Sok idő nincs a pihenése, hiszen még lesz egy Európa-bajnokság Varsóban. Milyen mezőny várható, milyen célra utazol Lengyelországba? Ázsián, Amerikán kívül ott lesz Európa a legjobbjai, sőt az én kategóriámban, a B kategóriámban Európa az pláne erős, úgyhogy ugyanolyan erős mezőny várható, mint most Egerben. Célok? Hát minimum dobogó. Egy edző, aki naponta készül, iskolázik a tanítványával, gondolom tisztában van vele, hogy milyen mentális, fizikai állapotban van. Te milyen érzésekkel váltod ezt az egri világkupa versenyt? Az érzéseim azok mindig vegyesek egy verseny előtt. A felkészülés rendben volt, István fejlődése az teljesen folyamatos, a hozzáállása az teljesen profi, és hát azért tudomásul kell venni, hogy egy ilyen kvalifikációs világkupán a 8-ba bejutni már nagyon nehéz. Érmet nyerni az már nagyon-nagyon nehéz, és megnyerni egy ilyen versenyt az fantasztikus. Szerintem ezt túlságosan nem kell cizellálni, hogy ez mögött egy mekkora teljesítmény van István részéről. Mennyire erős a mezőny ebben a sportágban? Nagyon-nagyon erős, tehát azt lehet mondani, az épekével vetekszik, tehát, és főleg itt az első 16-ban már olimpikonok vannak, olimpiai bajnokok, érmesek, tehát ott már mindenki itt van nagyon sűrű. Említetted, hogy István folyamatosan fejlődik. Mi az, amiben még mindig lehet előrelépnie? Én azt gondolom, hogy a profivá válásnak most egy hatalmas gátját szakított át azzal, hogy hatalmas küzdeni tudással,
és óriási taktikával, technikával, már majd, hogy nem így a bravúros, virtuóz akciókkal tudta meglepni az ellenfeleket, és ezt mind hazai közönség előtt, és ez káprázatos volt. Mennyit segített egyébként a közönség? Rendkívül sokat. Istvánnak a családja is ott volt, én azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív volt. Istvánon kívül is volt nyíregyházi versenyző a mezőnyben, ő hogy szerepelt? Csépke Bence kartban a 20. lett, ez szenzációs eredmény, mert ő ugye azt lehet mondani, hogy egy éve csinálja ezt a sportágat. Ugye neki még kellett a direkt kieséses tábla előtt ugye a csoportmérkőzéseket is vívni, és felkerült a táblára, ez egy nagyon klassz dolog. Tehát ez a 20. hely, ez neki nagyon jó. Lengyelországban Európa-bajnokságot rendeznek. Milyen érzésekkel, milyen tervekkel, célokkal engeded el Istvánt, és egyébként ott leszel mellette? Természetesen a karnapon ott leszek. Ebben a mezőnyben az európaiak a legerősebbek, úgyhogy ugyanezt a garnitúrát lehet várni, mint Egerben, és biztos vagyok benne, hogy István mindent el fog követni azért, hogy a lehető legjobbat érje el. 3 éven mellett haza Stankovics Anna a Kaposváron rendezett rövidpályás úszóországos bajnokságról. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője 50 mellen végzett az élen, míg 100 mellen és 50 gyorsan a 3. helyet szerezte meg Szollár Gergő tanítványa. 6 versenyzővel voltunk, 4 leány és 2 férfi versenyzőt vittünk a versenyre. Sajnos betegség miatt cserére is szorultunk a fiúknál, de én úgy gondoltam, hogy jól sikerült a csere. Úgy indultunk neki a versenynek, hogy a lányoknál mindenképpen a tavalyi évet szerettük volna megismételni, ami kicsit nehéz volt, hiszen a Dóri ugye Amerikába készült tovább, és ugye amerikai bajnokságokon indul. Ez jellemző volt azért, hogy az Amerikába tanuló versenyzők erre a versenyre nem jöttek haza. A többiek viszont nagyon jól szerepeltek, a serdülő és ifikorú versenyzőkkel is ki tudtunk egészülni. 3 éremmel tértetek az összességében, mennyire vagy elégedett? Én úgy gondolom, hogy ez a realitás volt. Ugye Anna megvédte a bajnoki címét tavaly 50 méter mellen, illetve most 50 méter gyorsan is érmet szerzett ugye tavalyhoz hasonlóan, illetve a 100 méter mellúszás, ami egy kicsit félt is a távtól, mert régen úszott már 100-at, de nagyon jól sikerült, a délelőtti idejét is délután döntőben meg tudta javítani. Én úgy gondolom, hogy ez a vonal neki jó lehet, illetve azt a gyors úszást azért is erőlteti ezt a távot, illetve edzőjével beszélték, mert olimpiai táv. Hogyan szerepelt Balna Bianca, ugye egy nagyon hosszú idény végén szállt medencébe? Ez a 3 hét késődelmis késés pont látszott ezen a versenyen, de én úgy satszoltam, ami teljesen bejött, hogy 200 méter mellen már ismét döntős volt a felnőtt mezőnyben, és 2/10 maradt le a dobogóról. Ő is úgy tudott versenyezni, az a délelőtti ideje már egyéni csúcsbeállítás volt, délután el egy 1,5 másodpercet javított, bement 30-as idő alá, ami rövid pályán is már egészen jó időnek számít. A végjátékban egy kicsit maradtunk le, nem vagyok elégedetlen. 100 méter mellen ugye átdöntőzött szintén, 50-en viszont B-döntőt nyerte. Milyen verseny vár még rátok ebben az esztendőben? Egy nagyon érdekes, első alkalommal rendeznek, Szegeden lesz. Rövidpályás ifjúsági serdülő és gyermek bajnokság. Ez egy összevont utánpótlás bajnokság. Teljes országos bajnoki mezőny. Olyan szinteket állapítottak meg erre a Magyar Úszó Szövetség szakemberei, hogy néhány versenyszáma erősebb, mint a felnőtt szint, tehát itt eléggé megrostált, nagyon nívós mezőny lesz. Hazai környezetben lesz-e még verseny esetleg ebben az évben? Egy nagy vállalást tettünk, ebbe is előre lépett az úszó szakosztály. December 17-18-án cikluszáró versenyt rendezünk, 2 napos verseny, 36 versenyszámmal a 2 nap alatt, és nagyon bízunk benne, hogy 350 résztvevővel. Nekünk ez egy nagyon komoly kihívás, és nagyon szeretnénk jól megfelelni. Milyen felkészülés után, milyen formában, milyen célokkal utaztál el a versenyre? Én azt gondolom, hogy jó formában mentünk Kaposvárra. Mindenképpen célunk volt érmeket gyűjteni. Titkon én azért reménykedtem egy országos csúcsban is, sajnos ez 500-addal így most elmaradt, de összességében azt gondolom, hogy jó eredménnyel zártunk. 3 éremmel, 2 bronzéremmel és 1 arannyal tértél haza, vegyük sorra, hogy jöttek egymás után az érmek. Első nap volt a 100 mál. Megmondom őszintén, az egy kisebb meglepetés volt mind helyezésben, mind időben, hogy sikerült annyit úsznom, amennyit. Nem igazán számítottam erre, úgyhogy annak tényleg nagyon örültem. Második nap volt az 50 gyors.
ott alapvetően mi gondolkoztunk már érembe, hiszen az áprilisi országos bajnokságon, amit Debrecenben rendeztek, ott is már egy bronzérmet sikerült szereznem ebbe a számba, ami alapvetően nekem még egy új terep. Szerettem volna az, hogyha mondjuk egy ezüst sikerül ebbe a számba, erről sajnos 600-addal csúsztam le, illetve ugye utolsó nap jött össze az arany 50 mellen, itt megint csak 500-addal csúsztam le az országos csúcsról, de majd talán jövőre. Említetted, hogy nemrég kezdtél el ismét gyorsat úszni, van prioritás a két számom elúszás és gyorsúszás között? Azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti ez a két szám egymást, mind a kettő tesz a másikhoz, de igen, egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyorsúszás, hiszen sajnos az 50 mell az nem olimpiai szám, úgyhogy ha olimpiába szeretnénk gondolkozni, akkor mindenképpen az 50 gyorsba kell gondolkoznunk. Milyen volt Kaposváron a mezőny, milyen volt a hangulat, milyen volt ez az OB? Igazából mindenki ott volt, aki ott szokott lenni az országos bajnokságon, úgyhogy ilyen szempontból nem volt különbség. Talán abban látok egy kis változást, hogy ebben az évben már nem lesz nemzetközi nagy verseny a válogatottnak, ezáltal inkább mindenki a felkészülésre fektet nagyobb hangsúlyt, és talán nem voltak annyira élesek az emberek, de én azt gondolom, hogy ez magunkról is elmondható, úgyhogy készülünk a jövő évre. Számodra ez volt az utolsó verseny ebben az évben? Nem, még mindenképpen szeretnék elindulni a hazai rendezésű ciklúzáró versenyünkön majd december közepén, úgyhogy szerintem az lesz az utolsó. Említetted az olimpiát, ugye nem sokára már 2023-at élünk és 2024-ben Párizsban olimpia. Milyen tervet készítettél erre a másfél évre? Mint mondtam, mindenképpen az 50 gyorsban szeretnénk gondolkozni ilyen szempontból. Nincs egyszerű dolgunk, hiszen tényleg ez nekem egy nagyon új terep, és nagyon sok tanulnivalóm van még itt. Versenyről versenyre építkezünk és tanulunk. Úgyhogy tényleg napról napra, hónapról hónapra építkezünk ebbe, aztán reméljük, hogy oda tudunk érni a végén. Te edzőként mivel engedtél a Kaposvárra annál? Nyilván az időmszerzés az nagyon jó dolog, de nyilván először is a folyamat céljunkat szeretnénk mindig teljesíteni, tehát nyilván amire készültünk, azt szerettük volna realizálni. Azt gondolom, hogy ez jól is sikerült. Amit az edzés időkből láttunk, az nagyjából realizálta a medencében. Úgyhogy én elégedett vagyok a teljesítményével. Nyilván egy picivel elmaradtunk az országos csúcsról, ami egy picikét ilyen szempontból hiányérzett. De az élemszerzés nagyon fontos volt, és amiket időket szerettünk és kitűztünk, azt megcsinálta, úgyhogy működött. Néhány hétig nem lehetett az úszodában edzeni, esetleg belezavarhatott a felkészülésbe? Megfordítom, alapvetően azáltal, hogy tudtunk készülni rövid pályás medencében. Nyilván azáltal, hogy korábban kellett kelnünk, ez picit megzavarhatta volna, de ritmust adott nekünk a napunknak, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt tett is hozzá bizonyos szempontból. Nyilván jobb volt visszajönni a városi úszodában, mert sokkal kényelmesebb és sokkal több lehetőség van benne. De el nem vett belőle, az biztos. Rutinos versenyzőről van szó, mennyire könnyű vagy mennyire nehéz annak motiválni? Nyilvánvalóan ebbe a korban egy versenyző már azért a saját ritmusában dolgozik. Vannak motivációs lehetőségek, ezeket ki is használjuk, de a saját belső motiváció a legfontosabb ebbe a korban már. Beszéltünk annál, említette a 2024-es olimpiát, gondolom abszolút ez a most már a fókusz, milyen felkészülési tervet dolgoztál ki. A ciklusárót még megcsináljuk ebben az évben, utána lesz egy kisebb pihenője januárig, és januártól kezdődően pedig már az olimpiai kvalifikációs ciklusra fogunk készülni. Ugye márciustól kezdődően lehet kvalifikációs időt húzni az olimpiára, úgyhogy onnantól kezdődően csak az lesz a fókuszban. Nyilvánvalóan még ebben a fél évben szeretnénk lehetőleg gyorsabban megteljesíteni a kvalifikációs időt, de ugye azzal együtt vannak ugye kvalifikációs idők, hogy az első kettőben kell szerepelnie ugye az utolsó, az záró szituációban. Úgyhogy nyilvánvalóan a puskaport szárazon tartjuk majd, és szeretnénk a megszerzett kvalifikációs időt a lehetőleg jobban meg is védeni. Úgyhogy ebben nyilvánvalóan egy nyári világverseny még szerepelhet, illetve a jövő évben meglátjuk, hogy milyen lehetőségünk lesznek. De alapvetően tervezzük azt, hogy a lehetőleg több verseny induljon 50 gyorsan, hogy készüljön ugye az új számában, minél több tapasztalattal tudjon felvérteződni, ami az olimpiára kerül a sor. Két hét szünet után vasárnap ismét bajnoki meccset játszik a Nyíregyháza Spartakusz. Huszár Géza együttese a Csákvárt fogadja. Próbáltunk egy kicsit feltöltődni, nagyon sok mérkőzésen vagyunk túl. Ugye az utolsó ugye egy keleti rangadó, ugye a Diósgyőr ellen, ami nagyon fáj, hogy elvesztettük, mert nagyon sok szurkolónk elkísért bennünket. Úgyhogy erőgyűjtésre használtuk, illetve hát nagyon sok sérültünk van, és volt a tartalékcsapatunknak bajnoki mérkőzése.
próbáltuk azokat a játékosokat játékba lendíteni. Gondolok itt a Ramosra, Adamczykre, Szeretőre, Artnerra, tehát több Csősz, tehát több olyan játékosunk van sajnos, akik nagyon-nagyon hosszú sérülésből jöttek vissza, nincsenek játékba. Úgyhogy erre használtuk, illetve volt, akik most menet közben lebetegedtek, hát mindenki tudja, ugye, hogy a Diósgyőr meccsen a Novák nem tudott pályára lépni, a mérkőzés előtti edzésen érezte a lábát, megpróbálta a bemelegítés, még ugye ő is ugye sérült volt, így egy hetet hagytuk, hogy pihenjen, a Baki is sérült volt, úgyhogy ő is talán már a mai nap be tud szállni az edzésbe, úgyhogy igazán egy ilyen vegyes történet volt, akik egészségesek voltak, azokkal erőt gyűjtöttünk egy kicsit az utolsó három mérkőzésre, akik meg mondom, le vannak maradva, azokat próbáltuk szépen lassan hozni fel az utolsó három meccsre. Nagyon sűrű a tabella, ugye eddig nem úgy alakult a csapat számára az ősz, hogyan azt szerettétek volna, viszont három jó eredménye, oda lehet kerülni egészen az élmezőny közelébe. Nagyon nem számolgattunk, de tényleg ez van, itt ebbe a bajnokságban bárki bárkit megverhet. Én úgy gondolom, hogy senki ellen nem lehet biztosra menni, nem csak mi, a jobb csapatok is, tehát már jobb csapatok úgy értem, akik most jelen pillanatban a tabella első harmadába tartózkodnak. Hát igen, két-három győzelemmel akár a 5-6. 7. hely környékére oda lehet érni. Úgyhogy hát azon leszünk, hogy minél több pontot összegyűjtsünk, aztán szép nyugodtan értékeljük ezt az őszt, és aztán megpróbáljunk egy kicsit előre tekinteni. Az említett hiányzó gondok ismeretében mekkora nehézséget okoz majd a csapat összeállítása, vagy inkább azt mondom, a keret összeállítása a következő három meccsre? Pont ez a problémám, hogy nem okoz nehézséget, mert mondom, nagyon sok olyan játékosunk van, aki nagyon nagy lemaradással van. Van 11-12 olyan játékosunk, aki végig tudta az edzéseket csinálni, mérkőzéseket. Ráadásul most még a Csősznek is ugye 5 sárgalapja van, nem tud részt venni. Akiket már az előbb említettem, tehát ugye a Ramosz itt van július óta, 2-3 hónapig a Darabos Balázs készítette, mire úgy éreztük, hogy rendben van, megint meghúzódott. Az Adamczyk szeptember 4-én sérült meg Pécsen, akárhogy számolunk, az több mint 2 hónap, tehát nagyon-nagyon le vannak maradva. A Bas Patriknak ugye be van lemezelve a szárgapocsontja, tehát mondom, nem magyarázkodás, hanem inkább azt mondom, hogy a tényeket közlöm. A Novák talán lesz hétvégére, meg a Baki, de hát ugye ők is ugye egy hete nem edzettek, úgyhogy nem okoz nehézséget a keret összeállításon, mert ennyien vagyunk, ebből kell megpróbálni megoldani ezt a három mérkőzést. A Csákvár Szeged-Győr 3-asból hétvégén a Csákvár érkezik Sényőre. Milyen ellenfélre, milyen meccsre lehet számítani? Csákvár a Puskás Akadémiának a fiók csapata. Ráadásul ugye a Kártik Bálint és a Hornyák Marci ott játszanak. Kimondott jó futballt játszanak. Sok olyan játékügyes játékosuk van. Nem véletlenül tartanak ott, ahol tartanak. Bárkit képesek megverni. Nehéz mérkőzésre számítok, nem tudjuk, hogy milyen talaj fog fogadni bennünket, ugye most már azért lassan ugye itt a tél, eső, hó, bármi történhet, ami tudja befolyásolni a mérkőzést, de hát nekünk alkalmazkodni kell mindenhez is, meg kell próbálni mindenképpen minél több pontot összeszedni. Ezekből a mérkőzésekből, hát ebből első a Csákvár, most egyelőre csak a Csákvárra koncentrálunk. A Nyíregyháza Spartacus Csákvár mérkőzés vasárnap 13 órakor kezdődik a Sényői Sporttelepen. A forduló további párosítása a következő: Nyírmód Szeged, Gazincbarcika MTK Budapest, Soroksár Budafok, Siófok Mosonmagyaróvár, PMFC Szentlőrinc, Ajka Dorog, Tiszakécske Békés Csaba, Szombathely Kozármisleny és Eto FC Győr DVTK. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.